A legjobb 21 alkotás közé került a Pesek a 13. Pannon Feeling mozgóképes találkozón. A kisfilmírója rendezője Lendvai Kristóf ráadásul a mezőny legfiatalabb indulójaként állta meg a helyét Veszprémben. A szemlére mint egy fél száz pálya művet küldtek be, ennyi közül jutott tovább a versenyprogramba a Battyányi Gimnázium 9. osztályos tanulójának munkája. A zsűritagok, köztük Páfi György és új Mészáros Károly filmrendezők elismerően nyilatkoztak a pesekről, ami az 1920-as évek nagykanizsáján játszódik és egy pénzhamisító hegedőművész Pesek Ignác kalandjairól szól. Az Imperátor stúdió és a Kanizsa TV kisfilmét augusztus végén mutatták be Nagykanizsán.